Szevasztok, üdvözlet mindenkinek. Csácsoli csőtésztás bableveses krumplis tészta, sajtos tészta elkészítése történik ebben a másodpercekben, pillanatokban, kimondott szóban. Beraktam a mikróba egy kis tésztát, kis forró vízzel, 5,5-re állítottam, kíváncsi vagyok, hogy mi van. Ha elkészült, akkor pedig bemutatom egy fotó keretein belül a videóban. Herbie videójában láttam, és Herbie csinált egy ilyen videót, hogy gyorsan és egyszerűen, hogy lehet sajtos tésztát csinálni, de nekem olyan sajtom nincs, amilyen van, hanem ez a kis háromszögű sajt van. Hát megnézzük, hogy mi lesz most, hogy mi van. Még mindig megy a mikró, úgyhogy majd valami lesz, és akkor bemutatom nektek pár fotóban, hogy hogyan alakult, vagy egy rövid kis videóban megmutatom, hogy milyen lett ez az egész, és hogy mennyire jól sikerült. Kíváncsi leszek rá, mert ilyet még nem csináltam, vagyis hát egyszer elkezdtem már a felvételt, csak belehupogott a zene, mert nem én hupogtam bele, hanem belehupogott a zene, mert itt szeretnék zenét hallgatni, ami nem baj, csak pont akkor hupogott bele a zene, amikor így csináltam a videót, nem mindez a videó törölve lett. Aztán az a baj, hogy ott nem jól sikerült a dolog, mert ott 3,5-re tettem, és kétszer-háromszor is vissza kellett rakni a mikróba, ezért úgy voltam vele, hogy az egészet ki kell önteni. Most megpróbálom újra, hát ha sikerül. Hát bízzunk benne, és hogyha sikerült, akkor meg tudom nektek mutatni, hogy mekkora dolog lehet ez a házilag elkészített sajtos tészta elkészítése, gyorsan, egyszerűen, házilag, és hogyha valaki csak egy pár falatot akar enni belőle, akkor csak egy pár darab tésztát tesz be egy kis forró vízbe, pont csak annyira kell a vizet belerakni, hogy elfedje is egyéb dolgok. Tehát most azért nem mutatom be nektek most az egész folyamatot, mert ha kimegyek, akkor pont hupogni fog a zene, ami belezavar ebbe a felvételbe, és ezt letiltja a YouTube, mert olyan zene szól, amit nem értek, meg a hupogást azt én annyira szerintem nem csípem, meg nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de a zene az zene. Tehát ne hupogjon, ne dübörögjön, hanem szóljon. Vagy a fülhallgatón hupogjon a fülembe, hogyha azt akarom. De ha hupogtatni akarom a zenét, akkor hupogtatom, de annak meg nincs értelme. Na de most akkor mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet, mert most még mindig megy. Igen, még mindig hallom, már olyan körülbelül mennyinél lehet. Most megtippelem, olyan 3-nál. Körülbelül 3-nál, szerintem 3-nál van, vagy 4-nél. Inkább 3 környékén, úgyhogy lassan megnézzük, hogy hogyan alakult a dolog, és akkor egy rövid kis videóban, meg egy pár fotót úgy csinálok róla, meg indexképnek megmutatom, hogy milyen lett. Hogy jól sikerült-e, vagy nem, azt meglátjuk, tehát majd eldöntitek ti, hogy szerintetek ez milyen, és akkor ti is megpróbáljátok megcsinálni, úgyhogy vigyázzatok magatokra, mindjárt bemutatom nektek a dolgot. Aztán meglátjuk, hogy sikerül, mert azért a víz az el kéne, hogy szívja a vizet a tészta, de lehet, hogy már régen szívta, vagy még mindig nem, mert nem tudom. Tehát nem értem ezt, hogy mi van. Na mindegy, tehát amatőrök vagyunk ehhez is, mi? Na mindjárt jövünk. Na, itt vagyok újra. Na, hát sikerült a történet, végre igen, sikerült. Most beleraktam egy háromszögű sajtocskát, most meglátjuk, hogy mi lesz, úgyhogy utána egy nagyon rövidke kis videót mutatok róla, hogy készült el a dolog. Az egészet azért nem vettem föl, mert ugye megint az előbb kint voltam még, de azért nem készítettem arról felvételt, hogy hogyan készítem el az egészet, mert belehupog a zene, amit mondtam is. Na, sikerült a dolog, tehát a tészta az már megfőtt, mondjuk úgy. Most egy picikét még visszaraktam, mert beleraktam a sajtot, úgyhogy mindjárt jövök a videóban, úgyhogy ne menjetek sehová, jön is a videó, meg egy fotó. Na, hát elkészült a sajtos tészta. Most az egész felvételt, az egészet nem mutattam meg, amit látjátok itt van. Hát kicsit összeragadt, ugye, mert visszaraktam megint, de szerintem nagyon jó lett. És amit látjátok, hogy a sajt is úgy rendesen ráolvadt. Na, hát ennyi, ilyen egyszerű ez a dolog. Egy kis vízbe, és már is kész a sajtos tészta. Hát most annyira nagyon nem raktam rá sajtot, mert rakhattam volna még egyet bele. Csak annyira elfőtt, hogy... Ja. De amúgy szerintem nagyon finom lett, úgyhogy én most ezt megvárom, még egy kicsit kihűl, mert amit látjátok, a sajt az így teljesen szétment. Jó, hát rendes sajttal talán azért csak ráolvad, ez is ráolvad. Úgyhogy ennyi. Tehát ennyi lenne ez a kis röpke videócska, remélem, hogy tudtam valamit segíteni. Hát az egészet meg kellett volna mutatni, hogy készítjük el ezt a dolgot, de legközelebb meg fogom mutatni az egészet az elejétől a végéig, ha nem lesz ilyen zavaró tényező, mint a zene vagy bármi. Köszönöm a figyelmeteket, egyetek sajtos tésztát, ti is, szevasztok!